Korunkban alig akad ember, aki ne élne ilyen-olyan étrenddel. Van, akinek nincs választási lehetősége, hiszen a laktóz, a gluténérzékenység vagy a diabétesz változtatta meg étkezési szokásait, életvitelét. Vannak, akiknek a vallás által ősi hagyományok, parancsolatok, törvények jelölik meg a helyes utat. Győrben évek óta zajlanak a Zsidó Szabad Egyetem előadásai, legutóbb a kóserség alapjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők Radnóti Zoltán rabbi előadásában. Kóserség egyike azon zsidó szimbólumoknak, amik a zsidóságot jellemzik. A zsidó nem eszik disznót. A zsidó kipába jár a zsinagógába, a sábezdekliben. Tehát a kóserség egy annyira alapvetés, hogy szinte már identitásbeli kérdés, és a kóserség nem azt jelenti, hogy ember nem ett semmit. Van kétfajta felfogás. Az egyik szerint csak az kóser, ami ellenőrzött. Másik felfelelően minden kóser, ami nem kóser. Tehát gyakorlatilag, hogy megyek a Tesco-ba, a hámely Tesco kóser. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én csak a kóser boltba tudok venni mindent, hanem itt Győrben, most ez a áruház megjelöléséért, de bármelyik boltba megyek, és a bolt nagy része kóser, hiszen majd el is fogok beszélni, a kóserség azt jelenti, hogy valamit nem eszek meg. Nem eszek meg bizonyos állatokat, nem eszek meg teljes és kúsosat együtt, és gyakorlatilag, hogy most lemondom egy egyszerű dolgot, bejegyek egy boltba, veszek egy doboz tejet, veszek hozzá zöldséget, gyümölcsöt, joghurtot, kekszet, ropit, kenyeret, sajtot, vajat, és amit tudom, hogy vagy vacsát magamnak. Veszek zöldséget, paradicsomfőzeléket és csak egy minestrone levest. Mind kóser. De nem egy ördöngösség, és akkor azt hiszik, hogy ez van nagyon misztikus dolog. A kóserság nagyon egyszerű dolog, hogy nem kell megijedni, ezt csak át kell gondolni, ismerni kell, és akkor rögtön megbarátkozunk vele. Lehet mindenbe csinálni szigorításokat, mondok például, tehát hogyha valaki elkezdi vizsgálni, akkor az eperen lévő mikroszkópikus bogarak sem kóserek, vagy a saláta levél erejében végigmenő pici kis atkák sem kóserek, de hogyha így elkezdünk menni minden, egy milliméteres vagy milliméter töredéknek a élősködét nézzük, akkor nem megérni semmi se gyakorlatilag. Éppen ezzel a rabbik azt mondták, hogy van egy mozgástér ebben. Tehát a sátát le kell mosni, most éppen a sátról beszélünk, le kell mosni, be kell áztatni, nem kell minden egyes eret fölvágni rajta, és az is kimosni, nem, hanem van egy bizonyos százalék, amit azt mondjuk, hogy igen, nézünk balra, nézünk jobbra, mint a viccben, és az már kóser, a tojásban lévő vércsepp. Elvileg a tojást, minden tojást föl kell törni, fel is kell törni. Na, akkor, hogyha valaki berak a sóletbe egy tojás, vagy a fasírba egy tojás, és kemény tojásként eszi meg, akkor abból indulunk ki, hogy a tojás valószínű vérmentes. Tehát megesszük. Ha van lehetőségünk, megvizsgáljuk, meg kell vizsgálni, de ha indulunk ki nagy számokból, általában a tojások jók. Tehát éppen ezért valóban lehet szigorítani. A kérdés az, hogy a mai világban szigorítsunk-e, vagy inkább tegyük élhetővé, vagy ehetővé a zsidóságot, vagy fogyaszthatóvá. A legelső az, hogy az ember a legprivátabb helyén is meg tudja élni a zsidóságát. Tehát nem kell rögtön a utcára kiállni, sem elünket, mert a saját konyhájában is
tud zsidó lenni. Ez egy nagyon fontos identitásbeli kérdés. Ezt én választom, és nem az, hogy megfeleljek másoknak. Tehát induljunk el saját magunkból, belülről, saját zsidóságunkba, és ott is éljük meg a zsidóságot. Másik például a zsidóság azt jelenti, hogy a kóserság azt jelenti, hogy elválasztok valamit. Tehát van a kóser és a nem kóser. Az ember az életében tudja meg elválasztani. Disztingválni, mondták a szüleink, hogy fiam, disztingváljál, sokszor mondták, nem tudom, mit jelent. Már tudom, hogy azt jelenti, hogy van a jó dolog és van a rossz dolog. Élet minden területén föl kell ismerni, reálisan kell megnézni. És azt, hogy ó, jaj, ez a kis sonka, milyen finom, hát most egy picit megingok mégiscsak. Nem, tehát van a dolgok, amiben az ember tudja, hogy balra vagy jobbra, előre vagy hátra. Tehát a kóserság erre tanít meg bennünket, hogy tudjuk meg, hogy minden pillanatban tudunk választani, és semmiféle kényszer nincs rajtunk. A kóserság az a étkezésben valósul meg, míg a mikve, rituális fürdő, az a konyha megnyitásakor minden egyes edényt el kell vinni rituális fürdőbe, és újra kell meríteni. Ugye ez a megfürdés egyébként a kereszténységben is ott van, hiszen a maga megkeresztelkedés azt jelenti, hogy valaki lemerül, följön, és majd új dolog kezdődik nála. Tehát egy kóser konyhán, amikor behozunk a boltból egy edényt, ő viszem mikvébe, alámerítem, mondok egy áldásra, és onnantól fogva az már, hogy erre a célra különféle van rakva, tehát mindenképpen van egy ilyen tisztasági része is, és ez nem csak a higiéné, hanem a rituális tisztaság, és az, hogy ezt a edényt a helyre viszem be, amelyik egy megszentelt hely, az én konyhám. Kés maga, ez háromszorosa a csirkirakának, két oldalról érezve, tehát mindenki oldalról, teljesen szimmetrikus, és akkor lehet vele vágni, hogyha a sakter egyszerű, még nincs körbe, mert nem ő sakter, de most én mégis tudom végben a kezemet, végighúzza a körmét, és ha érez benne egy kis cicit, akkor ilyen kóser. Azért, hogy az állat még véletlenül is szenvedjen egy ilyen kis bukkanó miatt. Tehát teljesen van egy fűszál, olyan éles, és így belecsúszik a kettőbe az állatra. Ez egy borzasztó, de ha már az ember öl, akkor és a vasárt hívjuk véget, akkor csinálja úgy, hogy a leghumánusabb. Humánus és az önfurcsa szó, de ez egy borzasztó éles, és külön élezik, és még ellenőrizik el. Ez egy csirkirakás. Hogyan lehet megtalálni például a kóser étkezést egy sima egyszerű magyar konyhában? Előfordulnak apró kis utalások arra, mint például a edények színei. Ha megnéznénk egy múlcházad elejé edényt, volt a piros edények, a zsíros bödön, meg volt a kék edények. Azt, hogy a zsidó konyhában a tejes, a húsos szét van választva, a zsír, a piros, a tej, a kék, ez a két színnek a domináns, a régi magyar konyhában szintén volt. A másik az, hogy amikor láttam máshol is, hogy levágták a szívnek a csücskét. Ez egy kóserségi kérdés, mert a vért el kell távolítani, és a szív csücske ennél a vér ott föl szokott, meg szokott állni, és azt eltávolítani. Tehát ez például egy ilyen dolog, amit lehet látni nem is dokonyákban. Ebben az évben a 6. évet tartjuk a Zsidó Szabad Egyetemen, a 12. szemesztert.
A zsidó szabad egyetem foglalkozik önmagában vallással, történelmi dolgokkal, a világi különböző helyeken megtörtént zsidó dolgokkal, és a mai előadáson is lehetett látni, hogy szép számmal voltak érdeklődők, a főképpen a kóserság, ami aránylag egy nagyon távol esik a nem zsidó emberektől. A főrebbi úr ezzel kapcsolatosan, úgy gondolom én legalábbis részemre, egy kielégítő előadást tartott, amivel egy kicsivel közebb hozta a zsidó élethez a más vallásúakat, és így egy kicsit ki tudtunk nyílni más irányokba is, tehát nem egy misztikum, a maga a kóserság, a maga a vallás, hanem inkább egy tisztaság, egészségesebb élet, illetve étkezési rendszert mutat be.